92 vagyok, és a következő a problémám. Ugye, ha lefog az ember egy akkordot, vagy egy bundot, akkor, és azt megpengeti, akkor annak tisztán kell szólnia. Nem szabad, hogy rezgést érezzen benne. Persze, hogyha gyengén fogjuk le, vagy rossz helyen, mondjuk, és megpróbálom rosszul lefogni, ilyen ferdén, hát... gyengébben fogom le, ugye igen? Ha gyengén fogjuk le, akkor természetesen ez berezeg. De nálam a következő probléma, hogyha erősebben pengetem, akkor ahol lefogom, nagyjából a következő bunnál hozzáér a húr a következő bunthoz. Nem tudom ezt most hogy mutassam meg. Itt lehet látni, hogy... Hát másik oldalból kéne. Ugyebár... Itt... Ez a támaszték emeli ki a törzsből a húrokat. És itt látható, hogy itt eléggé magasan vannak egy darabig, aztán egyre jobban közelítenek itt a végén, mondhatni, nagyon közelítenek a nyaknak a végéhez. Ide, így alapjáraton befér a pengető, itt a végén, itt már szorul. És ugye akkor van itt a gond, ezek a lógók, húrok ne zavarjanak meg senkit, az direktor. Akkor van itt a probléma, amikor mondjuk lefogok egyet. Most ugye fordítva van a kezembe, szóval nem tudom normálisan lefogni. Csak üvegkújjal. És itt van a probléma, hogy látjátok, hogy alig fér be alá a következő. Tehát itt oké, itt tökéletesen itt le kell ugye fogni. És akkor ez szépen szól. De ha kicsit erősebben pengetem, akkor egyből neki zörög ennek a következő bunnak. Ide a pengető se fér be szinte. Tehát megemeli. Tehát nagyjából olyan magasság kéne, mint az utáni. Tehát még egy milliméter kb. Na most ezeknél a gitároknál a legtöbbnél ugye állítható itt a nyaknak a dőlésszöge. Az a baj, nagyon sötét van. Nem tudom, hogy látszik-e, hogy itt a húrok között, itt bent, itt van egy ilyen kis fém lyuk, fémkerettel, ahová egy imbusz kulcsot lehet bedugni. Ezt most ilyen. Például így néz ki egy imbusz kulcs. A kellő vastagságú tenyémbe 4-es volt az, ami úgy pont belepasszolt. Jött kell beledugni. És azzal lehet tekergetni, nem szabad túl sokat, egy ilyen fél tekerésnyit, ezt a két középső húrt, vagy akár az összeset azért ki kell hozzá lazítani, mert hogyha nagyon szoros, akkor ugye megkarcolhatja a többi húrt. Én ezt meg is csináltam, és próbáltam rajta kicsit úgy állítani a gitárnyakának a dőlésén, hogy itt ez a távolság, hogyha lefogok egy bundot, akkor a következőnél ne legyen ilyen szűkös. És az az érdekes, hogy hiába próbálom, tehát ha az egyik irányba tekerem, tehát két véglete van, az egyik irány az, hogy gondolom én, csak ez szemmel szinte egyáltalán nem látható, ez valami speciális mérőkére, az előre felé hajtja meg a nyakat, a másik pedig hátrafelé, gondolom. És... Tehát így nem tudom, be is lehet nézni. Most milyen... Nem tudom, hogy látszik, hogy most mennyire egyenes, nem egyenes. A lényeg az, hogy... Ez komoly probléma, mert akárhogyan állítom, ha az egyik irányba, akkor azért zörög, ha a másikba, akkor azért. De igazából ez a táv itt a két. Itt a bunt és a húr között nem igazán csökkenthető. És arra jöttem rá, hogy ez egy okból kifolyólag. Ugye ez a tartókonzol, ami itt kiemeli a húrokat, ez
emelhető, ez csökkenthető, úgyhogy ezeket szépen elazítjuk a húrokat, kiszedjük a peckeket, utána, hát az elején ez azért elég szoros, főleg, hogyha még új a gitár és még nem lett kiszedve, akkor ez itt, ez a műanyag dolog, ez itt nagyon szoros, és ezt finoman egy harapófogóval, finoman, hogy ne nagyon karcoljuk meg a gitárt, ezt így mint egy fogat, így szépen így jobbra-balra mozgatunk, így picit, és kihúzzuk szépen, egész könnyen kijön, és alá lehet tenni papírt, ezzel megemelve az itteni kiindulási magasságot, és akkor eleve magasabbról indul, csak itt ugye, itt most elég magasra van beállítva, mert ezen emeltem, hát a segít, itt ez szépen emelt is ezeken a dolgokon, csak ezzel ugye az a probléma, hogy itt még túl magas, tehát itt ezen itt csökkentenem kéne, és hiába állítgatom a nyakat valami furcsoknál fogva, ezt a tartókonzolt kéne nekem megemelni, mert a nyakdőlését akárhogyan állítom, nem tudom már, hogy a kicsi itt a hely. Na, tehát a nyakdőlését hiába állítom. Itt ez a húrmagasság, tehát hogy milyen magasról indul erről az oldalról a húr, ez nem fog vele változni, nem nagyon akar. És ezáltal hiába nyomom le, tehát ha magasabbról nyomnám le, akkor nem érne hozzá annyira a következő, az akkor több hely lenne. Hogyha itt mit lenyomom, akkor itt több hely lenne, mint most egyébként. És emiatt sajnos nagyon zsörgős a gitár. Nem tudom, hogy ez most érdemes a szervizbe menni, mert mit lehet ezzel csinálni, mert ezt én próbáltam finoman mozgatni, hogy ez eltávolítható, de én úgy látom, hogy ez bizony oda van ragasztva, sőt azt is el tudom képzelni, hogy itt középen ilyen kis csapokkal bele van sűjjesztve a fába. És ez esetben nem nagyon kiszedhető, persze szervizben biztos meg kell oldani. Egy olyan alternatív megoldást próbáltam ki, elég hülyén hangzik, Cellux-szal körbetekertem ezt a nyakat, hogy emeljem ezt a magasságot, csak a Cellux-nak ugye az a hátránya, az egyik az, hogy ronda, de az igazából nem érdekelt, mert most a hangzáson próbálok javítani. Tehát az egyik az, hogy ronda, a másik pedig az, hogy a Cellux az nem egy kemény műanyag, az csúszik, és hiába próbálsz bele reszelni ilyen kis barázdákat, ahol stabilan fekhet a húr, igazából ahogy szorítod meg, szépen azok elcsúsznak, és nem a kellő helyükön lesznek, és így hamis lesz. Ez a Cellux-os megoldás nem játszik. Ez bizony mindenképp sajnos ezt valahogy ki kell szedni, mert nem elég magas, én véleményem szerint, de beviszem a szervizbe, és akkor talán többet tudnak segíteni. Ezt a videót azért csináltam, mert hát ha van köztetek olyan, akinek hasonló problémája van, és házilag meg tudta ezt oldani, ezt a problémát. Tehát látjátok, hogy jó, és jól lefogom. Akkor is, ha erősebben pengetem, be fog rezegni, nem tudom, ez mennyire hallatszódik a kamera mikrofonon. Volt ott rezgés. Ha finoman pengetem, akkor ugye nem, mert akkor kisebb a húrnak a rezonanciája, nem ütközik neki a következő bunnak. Hoppa. Na mindegy. Szóval valaki tud valamit, akkor az kommentelni, ilyen okoskodó szarkalábakra nincs szükség, csak tényleg azokra, akik segítő szándékkal írnának valami okosat, vagy valami ötletet. Úgyhogy sziasztok, ebben 92 voltam. Rohadt havasként az idő, hideg van.